Jó reggelt, Vietnám, szevasztok, gyerekek, üdv a csatornán, kívül jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint egy fika videó. Igen, még meg sem jelent a játék, de már Keeper fikázni fogja, és előre vetítem, hogy én fogok játszani ez a játékkal, és bocsi, hogyha valakinek kivágom a biztosítékot ezzel a videóval, viszont annyira unom ezt az egészet, amit csinál ez a fejlesztő csapat, hogy az hihetetlen, és szavakba kell önterem ezt a dolgot, gyerekek, mert kb. Azon a szinten vagyunk most már, mint az EA csinál a FIFA-val, és most a FIFA rajongók írják biztos, hogy hát de annyira minden változik a FIFA-ban, meg minden sportjátékban, hogy érdemes, igen, érdemes minden évben kiadni. Na, viszont tényleg, a játék brand rajongóitól elnézést, hogy ez egy ilyen videó lesz, viszont ez kell nekem, hogy ezt most így elmondjam nektek, hogy már megint mit fogok várni én a Farming Simulator 19-szer, annak ellenére, hogy biztos vagyok benne, hogy fogok játszani ezzel a játékkal, és szeretni is fogom, mert ugye a Farming Simulator 17-et is szarrá játszottam, de sajnos biztos vagyok benne, hogy ez a Farming Simulator 19 is fog változni, de nem olyan mértékben, amit igazából várnánk, mert megint megkaptuk azokat a dolgokat, amiket megkaptunk ugye ezelőtt is, magyarul a 17-nél. Mivel mit kaptunk megint? Ugye E3 kapcsán kaptunk egy ilyen szép kis előre renderelt trélet, ami gyakorlatilag abszolút nem mutat semmit a játékból természetesen. Valószínűleg megint nem fogunk kapni in-game trailert, viszont kaptunk képeket, amik megint annyira semmit mondóak, hogy hihetetlen. Jó, oké, igen, nagyon szépen csillog azon a platón a napfény, de nem tudom. Na, hadd mondjam tovább akkor. Megnézzük meg együtt a trailert, aki nem látta. Lehet, hogy abba kellene belevágni, aztán akkor mégis így látnánk, hogy mi a szituáció. Na, vágjunk bele, nézzük meg, hogy mégis mit mutat nekünk ez a gyakorlatilag előre renderelt videó. Nem tudom, elhúzzak addig, gyerekek? Addig... Így. Jó, itt jó leszek, ugye? Hello! Nem leszek, jó? Itt leszek, oké. Nézzük, mi a szar ez. Nem hangos, gyerekek? Nem ám, hogy ízé jön, elnyom. Megy a verda! Próbáljuk értelmezni, hogy mi van a videóban. Ugye van a videóban egy ürge. A szokásos kockás igébe, meg a baseball sapkájába, gyakorlatilag gondolom a karaktermodell az vagy itt se fog változni a játékban, de annyira idegesít, hogy én itt el vagyok bújva, hadd legyek itt a sarokba, a verdába, az agyósülés egy gyerekjék. Na álljál meg egyébként, a kutyát nem értem, mert igazából néztem én, hogy gyakorlatilag milyen feature-ök lesznek ebben a játékban, de nem találtam erről a kutyáról semmit, lehet, hogy én voltam a béna, de annyit tudok elképzelni erre a kutyára, hogy gyakorlatilag funkciója az nulla lesz, ha esetleg ott a farmon fog lefelsétálni, én ennyit nézek ki ebből a fejlesztő csapatból. Igen, a kutya, meg esetleg fut utánunk, az bebagol mindenhol, ugye. Ja, igen, mondhatjátok, hogy végre ugye megvan a licensz a John Deere-nek, ami nagyon szuper, meg nagyon jó, de igazából megmondom őszintén, hogy pont a jó, jó, nagyon jó, hogy sokfajta gép van, de ugye gyakorlatilag pont az a játék az, amiben nincs olyan gép, amit nem tudnál belerakni a Dutától elkezdve az MTZ-ig. Szóval ez egy jó dolog, hogy van már John Deere-ünk, de igazából nem egy olyan hatalmas dolog, mert körülbelül 3 perc alatt berakod ugye ezt a akármelyik John Deere-t. De azért köszönjük a fejlesztőknek, hogy ez is van. Ugye nagy rajongó tábora van az említett márkának. Kamény zene! Ja, meg vannak lovak is, gyerekek, hát nehogy elfelejtkezzünk a lovakról. Ezt megint annyit írtak róla, hogy ugye lesznek lovak. De hogy mire jók azok a lovak, arról igazából nem szól megint a fáma, mert nem tudom. A trailerben gyakorlatilag nem mutat róla semmit, az előzetes infokban én, ahogy olvasgattam, hogy gyakorlatilag semmit nem mutatnak. Most, hogy fel lehet ülni rájuk, hogyha fel is lehet ülni rájuk, gondolom sok hasznát nem veszük. Hogy egy rohangálnak lefelé a környéken, az biztos érdekes lesz.
nem tudom kereskedni igazából, mit lehet egy lóval, mert igazából mit ad tejet, ad, nem hiszem, hogy tejet ad, gyapjút valószínűleg nem fog adni, nem tudom esetleg a nem tudom, mit lehet eladni belőle. Jaj, ez meg nagyon tetszik ez a time-lapse egyébként, én már megnéztem ezt a videót, és azon nevettem, hogy nézd, hasonlítsátok össze, hogy milyen gyorsan megy a traktor, és milyen gyorsan mennek a felhők. Mert hogyha a felhőket belassítanám olyan sebességűre, amennyire normál esetben mennek, akkor a traktor az körülbelül gyökettővel menne, figyeljétek. Vaj, nem ért. Nézzetek. Itt az elején, értitek? Itt már a felhők kurva gyorsan mennek a traktor normál sebességgel. Egy kicsit egy ilyen, nem tudom, ilyen időugrástól vagyunk részesei, vagy annak vagyunk részesei. Figyeljétek meg! Traktor normál sebesség, felhők ugye mennek, mint az atom. Az a nem mindegy, mi bazeg. Jó, tudom, hogy itt most már beindult. Ne haragudjatok, de hadd kötekedjek egy kicsit. Jó, meg van gyapot. More, ez nagyon durva, hallod. Van megint egy izé, egy dolog. Esetleg jó, oké, ahhoz vannak ugye új gépek, gondolom új kombájn, meg tárolóeszközök, meg mit tudom én, hogyan működik, mivel tárolják ezt a gyapotot. Jó, az megint egy pozitív dolog volt. Néger rabszolgák nincsenek? Most ennyi igazából a videó, gyerekek. Az új feature-ök közül ugye mutatta a gyapotot, mutatta az izét, azt a kutyát, azt nem tudom, hogy ez mennyire reális, meg mennyire nem. Megmutatta ugye a lovakat, amik futkoznak ugye a fő hegytetőre, az nagyon érdekes. Azt meg ugye a grafika, hogy mit fog változni, ugye most nagyon sokan írjátok biztos, hogy hát a készítők azt mondták, hogy teljesen átdolgozott engine fogunk kapni. Igazából ezt minden egyes résznél megkaptuk, hogy teljesen átdolgozott engine fogunk kapni. És igazából olyan hatalmas különbségeket soha nem véltem felfedezni, amiket így olvasgattam, ilyen post-process effekteket fog kapni a játék, tudjátok, ilyen különböző csillogásokat, meg különböző ilyen bump eljárásokat, meg mindenféle, de én ugye az a baj, hogy gyakorlatilag nem, ez a cég ez nem ad ki in-game videókat a játékról előzetesen, hanem gyakorlatilag azt csinálja, hogy majdnem az utolsó pillanatig fingot sincs, hogy fog kinézni a játék. Ugye az, hogy vannak lőve belőle képek, amik esetleg még utána, mondom, egy kis utómunkát azért lehet, hogy dobrak rá. Ezt nem tudhatod, hogy nem. Hogyha azt írnád, hogy hát, ezt nincsenek utómunkázva. Meg igazából ugye van egy olyan lehetőség, hogy csinálsz 2000 képet, és akkor van belőle egy olyan, amelyik ugye egész jól néz ki. Na nézzük meg ezeket a képeket, hogy azért nem. Mi az, amit kapunk. Hát maga szerintem ez a megmondom őszintén, szerintem az egész full Farming Simulator 17. Amit azt mondanám, hogy nem Farming Simulator 17 stílus, ugye maguk a textúrák azok gyakorlatilag Farming Simulator 17. Ezek nem textúrák, ezek festett modellek, mert gyakorlatilag az, hogy szürkére van színezve egy poligon, vagy egy poligon rács, egy modell, azt nem nevezhetném, mint textúrának, mert az egy egyszínű dolog. Oké, vannak olyan dolgok, ami persze itt a fent feliratot oda kellett írni a textúrába. Gyakorlatilag a textúra, az a sága a dolgoknak, esetleg a fűszálak, ugye gondolom egy darab textúra az összes ugyanaz. Azok nem kiemelkedőek, szerintem a Farming Simulatorban 17-ben is megvoltak ezek a dolgok. A modelleknek a részletessége már, mint a hogy mennyi poligonból állnak, én azokat se látom. Én összehasonlítottam, most nem fogok keresni Farming Simulator 17-es képeket, de ugye, ahogy összehasonlítottam ezeket, a modelleknek a poligon számát se látom nagyon. Nem látok benne különbséget. Például itt megláthatjuk ugye ez a tipikus trapéz alakú, mi ez? Trapéz alakú szalma, hogy ki van szórólva, ez is annyira jellegzetes szerintem már Farming Simulator 15 óta körülbelül hasonló van megoldva. A fák,
fákat is, itt például a fát, azt se látom én egy olyan nagyon nagyon különlegesnek, gyakorlatilag pontosan ugyanolyan látom, mint a Farming Simulator 17-ben. Ami esetleg azt mondanám, hogy ezen a képen, és a csillagás, ugye a Farming Simulator 17-ben is benne volt, hogy már volt egy gyakorlatilag egy ilyen csillogós effekt ugye a gépeken, az volt talán a legfelebb, szembetűnőbb a 15 és a 17 között, hogy így volt egy ilyen csillogás stílus, mint hogyha ugye újabbak lennének a gépek, vagy nem is tudom inkább, hogy fogalmazzam meg, mint hogyha tényleg belennének, mint a vizesek lennének, olyan hatást keltettek. Na, hát ez itt is megvan, abban se látok különbséget. Talán ilyen, nem is tudom, ilyen, talán a fényeffektek a távolban azok egy kicsit, meg ezek a, nem tudom, ilyen atmoszférikus effektek, ahogy ugye halványodnak ott a távol lévő fák, azok esetleg, azt mondom, hogy ott itt ezen a képen valami észrevehető, de hát gyakorlatilag ez egy nagy nulla. A szántó, vagy ez a tarló, az gyakorlatilag pontosan ugyanolyan, mint ezelőtt, semmi különbséget nem látok benne. Na nézzük egy másik képet, gyerekek. Igen, nézzük meg ezt. Hát igen, itt megint a fa, az pontosan ugyanolyan, mint a 17-ben. Ezt mondtam, hogy itt a távoli dolgok, ha megfigyelitek, én próbálom az egérrel mutatni itt, ezen a részen. Ja, de, ja, ezen a részen, mint hogyha egy kicsit, ugye tudjátok, ilyen, mint hogyha nem is tudom milyen effektnek nevezik, bloom esetleg, effektnek nevezik, amikor így el... kicsit így homályosodik, meg egy kicsit olyan más, ilyen kis HDR-szerű effektet kap, de hát ezek mind olyan a dolgok, hogy azt írták ugye nekünk, hogy azt mondták, hogy teljesen átdolgozott grafikus motor, a teljesen átdolgozott grafikus motor az meg nem azt jelenti, hogy kap egy-két effektet, és az gyakorlatilag az változik, mert ennyi erővel ugye meg lehet egy shader móddal oldani az egészet, hogy tényleg meg lehet oldani. A 17-hez is tudsz letölteni olyan shader módot, meg még ugye egy Minecraftból is egy shader móddal tudsz egy olyan Minecraftot varázsolni, hogy gyakorlatilag összehasonlíthatatlan, de mégis ugyanaz a grafikus motor fut alatta, csak megvan egy kicsit turbozza ugye olyan effektekkel, amik gyakorlatilag utólag kerülnek rá magára a már kész engine, amit megalkot, neked képet arra kerül rá ugye egy ilyen effekt. Na, és ez nem teljesen átdolgozott grafikus motornak nevezik az ilyet, hanem gyakorlatilag egy ilyen felefektelt képet fogsz kapni ugyanazzal a grafikus motorra. Na, de hogyha egyébként bármit tudtok információt, és én vagyok a sík, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe, és akkor így meg egymásnak is meg tudjuk ugye tudjuk mondani, hogy mégis mi az, ami változott, de ez képes gyerekek volt. Na, ez még ez a kép egy egész jól néz ki, megmondom őszintén. Na, ami nekem nagyon itt bejön, az a fókusz, ugye, hogy éles a közeli tárgy, és a távoli tárgy az meg ugye elhomályosodik, viszont ez is ugye megoldható Farming Simulator 17-ben is, gyakorlatilag egy 10 megás shader móddal, vagy egy ilyen, igen, egy shader móddal. Pont most próbálgattam a napokban egy shader módot, ami gyakorlatilag ugyanezt hozza létre, és ez se egy olyan hatalmas változás. Hát itt látni ugye, hogy a poligon számhoz szerintem semennyit nem változott. Hát ez a kerék, ez jó, annyira nem veszélyes, de látod, hogy szögletes, úgyhogy nem egy olyan kurva sok poligonban áll az egész, hogy olyan hatalmas változás legyen. Ja, itt van talán még ezen a kép, ami nekem úgy egész jól bejött, a plató, vagy a félpotkocsinak az oldala, ahogy így megcsillal rajta a nap, meg ugye itt is, ahogy látod, hogy a nagyon távoli dolgok így kezdenek elhomályosodni. Ezekre még azt mondom, hogy így egész kellemes, tényleg egész kellemes hatást kelt, nem tudom, hogy ez hogy fog működni majd a valóságban. Gyakorlatilag nem tudom, ez a csillogás effekt, amit a traktorról is látszik, meg itt így gyakorlatilag mindent, így mint hogyha bevonna egy ilyen műanyag burok, mint hogy valami fólia kerülne rá minden egyes alkatrész, például, hogy most pont itt betakarok, de hogyha megnézed ezt a részt itt, meg itt is látszik, hogy magán az éleken, mint hogyha tényleg úgy működne az egész, hogy egy ilyen fényes fóliát ráhúznának az egész traktorra. Gyakorlatilag ez már a 17-ben is benne volt, és minden így nézett ki. 15-hez képest ugye ott elég nagy változás volt. Hát én nagyon bízok benne egyébként, hogy fogunk kapni tényleg valami érdemi változást.
a 17-hez képest. Ha nem, akkor meg ugyanazt fogjuk csinálni, mint a FIFA-sok, mi megveszünk megint ugyanazt a részt is, és örülünk annak a kicsi változásnak, ami megtörtént. De azért én tényleg örülnék neki, hogyha kicsit komolyabb változások lennének, ugye nem az lenne, hogy minden évben azt mondják nekünk, hogy ugye teljesen átdolgozott grafikus engine. Hát, jó, nem kell egy Frostbite engine-t rakni a Farming Simulator 17 alá, de még azt is megkockáztatom, mert azt hiszem az új FIFA alatt van Frostbite, és baromi jól néz ki, és igazából miért nem vesznek meg egy ilyen engine-t, és miért nem próbálják meg azzal felépíteni gyakorlatilag a modelleket beilleszteni, meg igazából a játéktechnikát, és mégis kapnánk egy Battlefield 4 vagy Battlefield 1 szintű ugye grafikát, ami azért lényegesen jobb, gyerekek, mégse gyakorlatilag olyan járművekkel játszanak, amik úgy néznek ki, mint egy játékautó. Mert igazából ezek, ez az engine nem 2018-as szintű. Jó, oké, hogy ugye elfut elég sok gépben, de viszonylag nem is olyan kicsi gépigénye van, mert egy Battlefield 4-ek is például nincs olyan hatalmas gépigénye, és tényleg ugye az alatt is a Frostbite engine van, meg tényleg a FIFA 10-hányas, 19, vagy nem is tudom melyik jön most, az alatt is az lesz, és fényévekkel jobban néznek ki a fények, az éjszaka, a minden gyakorlatilag, az egész sokkal jobban néz ki. Ez az engine, amit itt próbálnak mindig foltozgatni, mert gyakorlatilag nem nagyon foltozzák, mert azt csinálják, hogy tényleg ráraknak egy-két effektet, azt gyakorlatilag ez pont ugyanaz az engine, pont ugyanazok a modellek, pont ugyanolyan minőségi textúrák, mint a 17-ben, és minimál munkával csinálnak nekünk még egy szériát, amit megint eladnak, és mindenki meg fogja venni, aki a 17-et megvette, mert igazából nem nagyon tudsz mit csinálni, és az a probléma, hogy ebből csak az látszik, hogy minimális költséggel, szó szerint minimális költséggel csinálnak maximális hasznot. Gyakorlatilag erre utazik ez a cég, ugye? És ez nem jó. Ez nem jó. Iszonyatosan sok pénz van ebbe, mert nagyon-nagyon népszerű ez a játék. És biztos vagyok benne, hogy egy komolyabb grafikus motort meg tudnának venni, tudnának csinálni egy sokkal komolyabb. Meg ugye ott van a akkor normális fizikát is kaphatnak. Mert gyakorlatilag jó, oké, használható a fizika, de ez a fizika, ez nem valós. Nem valós az, hogy gyök-kettővel fel tudsz menni az ilyen meredek parton is, mert fel tudsz menni az akármilyen hegyoldal. Gyakorlatilag, ami a játék technika, mi része lenne ennek a játéknak, a legfontosabb a fizika, ahogy a gépek viselkednek, azok se pontosan úgy viselkednek, hogy kellene. Meg hát ne is beszéljünk olyan játéktechnikai dolgokról, hogy például az évszakokért mennyit sírnek az emberek. Ugye az volt az egyik leginkább kért dolog, és mégse teszik meg. Hát miért nem teszik meg? Miért nem csinálnak ilyen dolgokat? Miért nem csinálnak olyan játéktechnikai dolgokat, amik előre vidnék ezt a játékot, és nem minden évben ugyanazzal a játékkal játszanak, és nem arra várnánk, hogy valami modell csapat esetleg megcsinál hozzá egy season módot, vagy megcsinál hozzá ezt meg azt, hogy normális fasza játék legyen. Jó, jó játék. Megveszed, tudsz vele játszani, de körülbelül x idő múlva gyakorlatilag rájössz, hogy pontosan ugyanazt a játékot kaptad, mint a 17-ben, meg ugyanazt, mint a 15-ben, és a modokkal úgy meg tudod csinálni, hogy jó legyen. Pedig iszonyatosan sok pénzt kaszálnak ezzel a játékkal, mert látszik rajta, hogy minimális ráfordítása tényleg a maximális hasznot próbálják kisajtolni ebből a játékból. Ezt az iszonyatosan régi, elavult engine-nel tolják ezt a játékot, amikor tényleg rengeteg olyan grafikus motor van, ami borzalmasan jól néznek ki, gyerekek. És ez a brand, ez a Farming Simulator brand, ez tényleg egy aranytojást tojótjuk, és érdemes lenne nekik valamit felmutatni, és akkor nem keserű szájízzel venni meg mindenki a 19-et, hogy jó, 19, de mégis ugyanazt megkaptuk, hanem azt a rohadt életben, hát mit módosítottak? Mert ugye az alap az megvan, meg igaz, hogy más ugye motorra átültetni talán egy kicsit nehezebb lenne, de mégis azért akkor basszus, akkor tudjátok, hogy még a Battlefield 4 is mennyire szuper
engine-t használ, vagy nézzük a Battlefield 1-et, és elég jó skálázható az a grafikus motor is, tehát azért lehet játszani vele, vagy esetleg még talán skálázhatóbbá tenni, hogy azért igen, a kicsi gépűek is tudjanak vele játszani. Tudom, hogy itt ezekben a szimulátor játékokban nagyon fontos az is, hogy sok emberhez elérje, de talán azért próbálhatnának valamit módosítani ezzel. Na mindegy, nem az, hogy sok ember, vagy de kevésebb emberhez érje, hanem az, hogy azért olyan változások legyenek, hogyha nem is grafikai szempontból, hanem játéktechnikai szempontból, amik ne az legyen basszus, hogy kapunk egy Jodit, vagy X Jodit, nem tudom hány darab lesz, vagy ne az legyen, hogy kapunk. Mit is? Gyapotot. Az egy gyapotot kapunk. Azt a reklamát. És ugye megint az lesz, hogy kapunk három mapot valószínűleg. Azt hiszem három mapot jósoltak. És abból ugye az egyik a DLC map lesz. Ugyanúgy, mint az előző szériába. Úgyhogy valószínűleg megkapjuk a izét a mi az Dél-Amerika, vagy nem is tudom, hogy micsoda. Na jó, a gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Hát igazából ez így ilyen videó lett volna. Én nem is fika videónak, nem azért, hanem inkább egy ilyen Úristen, nem, hogy már megint ez, inkább legyen valami. Legyen. Tényleg nagyon bízom benne, hogy valami olyan játéktechnikai dolog lesz benne, ami egy kicsit tényleg egy pluszot ad. És nem csak egy ilyen keserű úton ezzel fogok megvenni a 19-et, és kezdek el a játszani, és gyakorlatilag úgy érzem, hogy már megint ugyanazzal a játékkal játszom. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csá!